következik. Mert az évek napot vegyük elő, amelyet a következett években is rajta vannak. Van egy 46-os számú ének, azt nem tettük ki az énekszám táblára, de ezt az éneket fogjuk énekelni a gyertekorítás közben. Az a cím, hogy Vágj és ne félj. Utanyára többeknek is ismerős, egyrészt tavaly már énekeltük, másrészt pedig ez még közismert, nevezett nézés ének. Egy énekpróbát fogunk most esetében tartani. Ének a vezetőnk Vermény Ákos fogja itt a szólamokat bemutatni, illetve megénekelhetni. Mindenki nem döntött, hogy melyik szólamot fogja énekelni. Nyilván a férfiak választhatnak a tenor pedig és a basszus szólam közül. Az asszony testvéreket pedig arra kérjük, hogy a két női szólamról választanak. Valamelyiket a DF szólamot, az alcszólamot, a hasonlóan, szokás szólamot fogják énekelni. Ez a felső. Köszönöm szépen a segítséget. Eredetileg úgy beszéltük meg, hogy én fogom kezdeni, aztán ügyesen átadtam a szót Jánosnak. Valóban az lenne a kérésem, hogy a legfontosabb ugye mégiscsak a dallam. Én azt kérem, hogy azok a hölgyek és gyermekek, akik idézik, hogy magasabb hangjuk van, azok énekeljék a legfelső szólamot, utána megnézzük a legmélyebb férfi szólamot, és aztán a két középsőt pedig majd utána. Én a kórussal elkezdem, és akkor kérem, hogy a felső szólamot. Oh.
egyrészt diktált, a többiek pedig ott hátul. Thank you.